Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntöm a kedves nézőket! Önök az Életforrást, a Szombathelyi Egyházmegye magazin műsorát látják. Áldott, boldog, békés új esztendőt kívánok Önöknek az Életforrás készítői nevében is. Nézzük, mivel várjuk Önöket a mai adásban. Iskolaválasztás. Műsorunkban katolikus szellemiségű általános, középfokú és felsőfokú oktatási intézményeket mutatunk be Önöknek. Lezárult a Brenner emlékév. Brenner János halálának évfordulóján ünnepi szentmisét tartottak a Szombathelyi Székesegyházban. Január az iskolaválasztás hónapja. A következő percekben a Szombathelyi Egyházmegye által fenntartott, illetve a Szombathelyi Egyházmegyében működő katolikus általános, középfokú és felsőfokú intézményeket mutatjuk be. A Brenner János Általános Iskola és Gimnázium 2008. szeptember 1-től a Püspöki Általános Iskola jogutódjaként több célú intézményként működik. 2015. szeptemberétől már új környezetben. Az újonnan épült 24 tantermes, 21. századnak megfelelő, teljesen akadálymentesített, korszerű épületben várjuk a diákokat. 2012-ben indult el a 8 évfolyamos gimnáziumi képzés, amelyben az 5. évfolyamtól érettségiig folytathatják tanulmányaikat a tehetséges, szorgalmas diákjaink. A gimnáziumi képzésre a 4. évfolyamos tanulók jelentkezhetnek iskolánkból és más általános iskolákból is. Nagy szeretettel várjuk az általános iskolánkba készülők mellett a 8 évfolyamos gimnáziumunk 5. és 9. évfolyamára jelentkezőket is. Az első évfolyamtól a 12-ig minden korosztály számára kiváló feltételeket biztosítunk az új építőipari nívódíjas iskolaépületünkben. A tudományok, a hitélet, a kultúra és a sport gyakorlásához széles lehetőségekkel, határozott keresztény értékrenddel és szeretettel várjuk a diákokat. A Brenner János Általános Iskola és Gimnázium 12 évfolyamos katolikus szellemiségű intézmény. Nevelési elveinek alapja a keresztény, vallási és erkölcsi értékek tisztelete. A nevelő-oktató munka az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott 5 kulcsterületre vallás, tudomány, erkölcs, kultúra, közösség épül. Célkitűzései között központi helyet foglal el az érték- és személyiségközpontú nevelés, a tanulók életkori sajátosságaira építő készségfejlesztés, tehetséggondozás. Iskolánkban az oktató és nevelő munka mellett nagy gondot fordítunk a gyermekek erkölcsi nevelésére, lelki fejlődésére. A heti szentmisék, lelki órák, a rendszeres hitoktatás heti 2 órában, amelyben több pap és szerzetes nővér is részt vesz, továbbá az imádságos együttlétek, a szentírás közös olvasása, a közös liturgikus ünnepek, amelyekre a szülőket is hívjuk, nagy mértékben szolgálják, segítik ezt a lelki formálódást. Az iskola saját kápolnája mindig nyitva áll a diákok előtt. Az alsó tagozaton nagy felmenő rendszerben 1-4 évfolyamon folyik az oktatás. Minden tanulónak lehetősége van napközis ellátást igénybe venni osztályonként külön csoportban az 1-4 évfolyamon, valamint a tanulószobát az 5-8 évfolyamon. A felső tagozat és a gimnázium szaktanári ellátottsága 100%-os. Az iskola jó tanulmányi átlaga, valamint a 8. osztályosok sikeres továbbtanulása a színvonalas oktatás eredménye. A végzős diákok 80-90%-a gimnáziumban, illetve érettségit adó középiskolában folytatja tanulmányait. London is the capital of the UK. Az intézményben angol és német nyelv tanulására van lehetőség. Az idegen nyelvvel csoportbontásban már az első 2 évfolyamon heti 1, a 3. évfolyamon heti 2, a 4.-8. évfolyamon heti 3 órában foglalkoznak a tanulók. Az 5. évfolyamtól egy-egy csoportban emelt szinten heti 5 órában folyik az angol és német nyelv oktatása. A 7.-8. évfolyamon második idegen nyelv választása is lehetséges angol, német, francia, orosz, olasz nyelvekből. Az iskola színvonalas informatikai szaktantermekkel, valamint a teljes épületet lefedő internet hozzáféréssel rendelkezik. Az 5.-8. évfolyamon órarendi és szakköri, a 4. évfolyamon szakköri keretben történik a számítástechnika oktatás. A számítástechnikai ismeretek elsajátítását is a csoportbontásos módszer teszi hatékonyabbá. A 8. évfolyamos tanulóknak lehetősége van LCDL vizsgaletételére,
amelyre már a 7. évfolyamon megkezdődik a felkészítés. Van kéregállomány, belső a belőállomány. Az új iskola épület kiemelt lehetőséget nyújt a természettudományok elsajátításához 2 80 főt befogadó előadótermével és 2 egyenként 18 fős egybenyitható fizika-kémia laboratóriumával. Az érdeklődő tanulók természettudományi, kézműves, kerámia, rajz, báb, robotika szakkörök, valamint irodalmi színpad, sakk és néptánc foglalkozások közül választhatnak, amelyeken a részvétel ingyenes. Iskolánk tehetséggondozó szakkörök, matematika, kémia, fizika, magyar nyelv és irodalom idegen nyelvek keretében biztosítja az egy-egy szakterület iránt kiemelten érdeklődő diákok tudásának elmélyítését. Az 1500 négyzetméteres sportcsarnokban és 2 kisebb tornateremben egy időben 5 testnevelés órát lehet kiváló körülmények között megtartani. A tanórán kívüli sportolást játékos foglalkozások, labdarúgó, kosárlabda, röplabda sportkörök biztosítják. A szombathelyi Alligátor vízilabda utánpótlás sportegyesülettel kötött együttműködés révén 2013. szeptemberétől iskolánk vízilabda bázis iskola lett. Az egyesületi keretben vízilabdázni szándékozó fiúkat és lányokat már első osztálytól várja a sportegyesület. 2015-től már a vívás elsajátítására is lehetőség van iskolánkban szakképzett edző segítségével. A magas szintű zenei műveltség elsajátítását a Bartók Béla Zeneiskola kihelyezett szolfézs oktatása biztosítja. Szintén helyben folyik a furulya és hegedű oktatás zenetanárok vezetésével. A nevelő-oktató munkát korszerűen felszerelt tágas könyvtár, a szaktantárgyakhoz kapcsolódó színvonalas szemléltetőeszközök és a tantermekben elhelyezett 24 darab digitális tábla segíti. Az évente szerveződő táborozások, tanulmányi kirándulások maradandó élménnyel gazdagítják a tanulókat. Intézményünk szeretettel várja a gyermekeket. A leendő első évfolyamosok részére jelentkezési lapok a szombathelyi plébánia hivatalokban és a Brenner János iskolában kérhetők. Bőve felvilágosítással az intézmény vezetése szolgál a következő címen és telefonszámon. A Szent László Katolikus Általános Iskola 1996-ban indult újra Sárváron, s működésével aktívan jelen van a város életében. 8 évfolyamos intézményünk fenntartója a Szombathelyi Egyházmegye. Nevelési elveink Jézus tanításain alapulnak, feladatunknak tekintjük egy emberibb, erkölcsösebb nemzedék kiművelését. A pedagógiai programunk kiemelten tartalmazza a tanulók személyiségének fejlesztését, egyéni képességei kibontakoztatását, és ugyanilyen fontosnak tartjuk a közösség formálását is. Az alsó tagozat 4 évében végig 2 tanító néni foglalkozik a gyerekekkel. Elsőtől 8. évfolyamig mindenki igénybe veheti a napközis, illetve tanulószobai ellátást. Első osztálytól szakkori keretben, 4. évfolyamtól pedig heti 3 órában, később a tehetségesebb diákok emelt szinten, akár heti 5 órában tanulnak angolt, illetve német nyelvet. 10 interaktív tábla is hozzájárul az eredményes oktatáshoz. Az informatikát már első osztálytól fogva tanítjuk diákjainknak. Fizika és kémia szaktantermünkben lehetőség van az elmélyült kísérletezésre. Ének és rajz órákon kreatív alkotó munka folyik. A mindennapos testnevelés órák fizikai állóképességünket alapozzák meg, míg a foci és szivacskézi labda csapataink különböző tornákon képviselik az iskolát. Jól tanuló, szorgalmas társaink alsó és felső tagozaton is tehetséggondozó foglalkozásokon vehetnek részt, melyeknek eredményeit a tanulmányi versenyeken és továbbtanuláskor kamatoztathatják. A lemaradó diákok számára korepetálást biztosítanak, valamint gyógy és fejlesztő pedagógus, illetve logopédus is foglalkozik velük. Szakköri kínálatunk sokszínű. Az iskolai könyvtár minden nap nyitva van, s várja az olvasókat. A 7. 8. osztályos tanulók táncoktató segítségével ismerkedhetnek meg a társastánc alapjaival, s tánctudásukat az évente megrendezett keresztény jótékonysági bálon mutatják be.
korszerű hang és világítás technikával ellátott színpadunkon évente több magas színvonalú előadást tartunk. Ebédlőnk, mely iskolánkban üzemel, családias formában biztosítja számunkra az étkezés lehetőségét. Nyáron emberhalász, őrségi kézműves és balatoni táborozások, iskolaidőben erdei iskola, kerékpártúra és tanulmányi kirándulások gazdagítanak, maradandó élményekkel bennünket. A hittanoktatás a különböző felekezetű tanulók részére a délelőtti órarendbe illeszkedik. Szeretettel várjuk minden a keresztény értékeket tiszteletben tartó család gyermekét. Szeretném, ha sok új iskolatársam lenne. A Jánosházi Szent Imre Általános Iskola 1993 óta működik, fenntartója a Szombathelyi Egyházmegye. 8 osztályos általános iskola, évfolyamonként egy osztályt indítanak. Nevelési elveinek alapja a keresztény, vallási és erkölcsi értékek tisztelete. A nevelő-oktató munka az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott 5 területre szeretet, hit, tudomány, erkölcs, nemzettudat épül. Az iskola célkitűzései között szerepel a vallásos, tiszta erkölcsű ifjúság nevelése, akik tisztelik és gyakorolják az egyetemes keresztény kultúra értékeit. Kialakítani a keresztény világlátást az evangélium szellemében. Felkészíteni a tanítványokat az embertársak krisztusi szolgálatára és a magyar haza javára. Biztosítani az egyetemes és vallási műveltség egyensúlyát, a hit és a tudomány zavartalan együttlétét. Megértetni, hogy a nagyobb tudás megszerzése csak Istentől kapott erővel és akarattal valósulhat meg. Fontos részét képezi a nevelésnek a heti 2 órában órarendbe iktatott hitoktatás. How was your first day? Milyen volt az első napod? A diákok angol és német idegen nyelvből választhatnak. 3. évfolyamtól heti 2, 4. évfolyamtól heti 3 órában tanulják. A magasabb szintű nevelő-oktató munka érdekében csoportbontásban tanítják a következő tantárgyakat: idegen nyelv, informatika, életvitel, legalább 8. évfolyamon magyar és matematika. Az iskolában évek óta eredményesen működő szakkörök közül választhatnak a gyerekek: énekkar, kézműves, informatika, irodalmi színpad, matematika, rajz, a sportfoglalkozások közül atlétika, asztali tenisz, kézilabda, futball és tömegsport. 1-től 8. osztályig évfolyamonként biztosít az iskola felzárkóztató és egyéni fejlesztő foglalkozásokat. A felzárkóztatás jelenti a lemaradás okainak és fokának feltárását, a tanuló helyes önismeretre és küzdőképességre nevelését, a tanórai differenciált foglalkoztatás megtervezését, megszervezését és kivitelezését, valamint a tanórán kívüli felzárkóztató foglalkozásokat. Az elmúlt években számos fejlesztést hajtott végre az iskola. Ennek egyik fontos eredménye az 1998-ban elkészült tornaterem, amely korszerű, minden igényt kielégítő és közösségi rendezvények megtartására is alkalmas. Több szabadtéri sportpályát is kialakítottak, amelyek kiváló lehetőséget biztosítanak a testnevelés órák és a szabadidős foglalkozások megtartására. Korszerűen felszerelt számítástechnika terem és könyvtár várja a diákokat. Az intézmény vallja: az iskola mindig a készület helye, de álmokat teremtő hely is. Egy 16. századi jezsuita bölcsen fogalmazta meg: az ifjúság nevelése az új világ építése. Minden szülő álmodik egy iskolát gyermekének, ami nem olyan, mint a többi, ahol nem akarják alkalmatlan eszközökkel ismeretek ezreit a gyerekek fejébe verni. Ahol életkorának megfelelő módon fejlesztik készségeit és képességeit, segítenek megismerni lehetőségeit és határait, sőt megtanítják arra is, hogyan kell csapatban dolgozni és problémát megoldani. Minden szülőnek joga van ideális iskolát keresni gyermekének. Egy dolgot azonban szem előtt kell tartaniuk: nincs ideális iskola, de vannak lelkiismeretes, képzett, elkötelezett tanítók és tanárok, akik emberléptékű környezetet teremtenek a tanuláshoz, és igyekeznek legjobb tudásuk szerint nevelni, növelni a diákokat. Ilyen a Jánosházi Szent Imre Általános Iskola, ahová jó tartozni.
Szombathely, mint iskolaváros, 1997 óta biztosít lehetőséget a hittudományok felsőfokú végzésére. A Győri Hittudományi Főiskola képzési központot működtet a Vasi megye székhelyen, amely intézmény a belvárosban, a Szili János utcában található. A Szombathely Egyház megyében hitoktatónak a 80%-a ebből az intézményből került ki, és ez egy egységes csapatot is jelent ilyen szempontból, mert hogy ugyanaz a képzőhely, az alma mater, ahonnét ők kikerültek, és valójában ugyanazok a fontos szempontok voltak. Nem pusztán csak a teológiai tudásnak az átadása, nem egy információhalmazt kívántunk átadni, hanem sokkal inkább az egész hitoktatásnak a célját akartuk az itt tanulókkal, illetve a jövőben is ezt tesszük, itt tanulókkal megértetni, az pedig nem más, mint elvezetni Jézus Krisztushoz a ránk bízottakat, azzal a célra, hogy közösségre lépjünk Jézus Krisztussal, és a ránk bízott is közösségre lépjen Jézus Krisztussal. Egyébként 2006 óta a bolognai rendszerben nem csak hittanárképzés folyik itt, hanem katekéta és lelkipásztori munkatárs képzés is. A képzési központ egyszerre biztosít tudományos alapot a tanuláshoz, lelki gazdagodást a hitbeli növekedéshez, és persze jó közösséget. Valami plusz tud nyújtani, amit más egyetem talán nem, és talán az a hit és annak a megélése. Úgy gondolom, hogy itt a főiskolán rendkívül tehetséges oktatók vannak, akik nagyon profi szinten át tudják adni mind a hitbéli, mind azt a lángolást, amivel rendelkeznek. És úgy érzem, hogy itt megkapom azt a tudást, amivel fel kell, hogy beértezzem magam, mint egy keresztény ember. Úgy gondolom, hogy a hit és a tudás párhuzamosan tud növekedni. Fontosnak tartom, hogy a hitem mögött megfelelő tudással rendelkezzek, ami hozzásegít ahhoz, hogy a hit kapcsán feltett kérdésekre biztosan tudjak felelni. A Szentírás tudományt szeretem a legjobban. Meglep, hogy mennyi mindent nem tudunk a Szentírásról, noha hívő embereként évtizedek óta forgatjuk a Bibliát. A Hittanárképző Főiskola nagyon jó alkalom és lehetőség arra, hogy az emberek elmélyítsék a hitüket, rendszerezzék, akkor alkalom és lehetőség arra, hogy olyan tudásanyagot és olyan összefüggést sajátítsanak el, ami aztán alkalmassá teszi őket arra, hogy a plébánián csoportokat vezessenek, vagy a lelkipásztor mellett lelkipásztori kisegítők legyenek, vagy éppen a plébániai irodának a munkatársai legyenek, vagy kateketák legyenek, vagy koordinátorok legyenek a kateketák között. Főként azoknak tudom ajánlani az osztatlan kétszakos hittanárképzésünket, akik itt Szombathelyen az ELTE közismereti tanárszakjait választják, és emellé szívesen párosítanák a hittanárszakot. Azt gondolom, hogy életképes szakpárosítás mindenképpen a hittanárszakot egy közismereti tanárszakkal párosítani, hiszen a jelenlegi hitoktatási rendszerben nagyon-nagyon sok új hitoktatóra van szükség, akiknek a szolgálata az nem csak a hittanár képzésünk szempontjából, nem csak az egyházmegye hitoktatói szolgálata szempontjából, hanem az evangélium szempontjából is roppant fontos, hiszen ne feledjük, a Jóisten a küldünk, ő a meghívunk, és ő adja a küldetést is erre a szolgálatra. Az osztatlan kétszakos, nappali képzésben a képernyőn is látható szakpárokra lehet jelentkezni. A képzési központ saját felvételi eljárást is meghirdett, osztatlan egyszakos és kétszakos hittanár, nevelőtanár, illetve alapképzésben katekéta és lelkipásztori munkatárs szakokon. A jelentkezési határidő ezekre május 31-e. Kedves nézőink, januári programajánlónk következik. Január 12-én emlékeznek meg Szombathelyen a Doni áttörés 75. évfordulójáról. A Martinom Felnőttképző Akadémia udvarán felállított emlékműnél tartott megemlékezést követően szentmisét mutatnak be a hősökért a Kálvária templomban. Január 17-én dr. Székely János megyés püspök tart előadást Szent Gotthárdon.
a Szent András Evangelizációs Iskola és a Szent Mihály Plébánia közös szervezésében Új Élet Krisztusban kurzus lesz Lentiben január 19. és 21. között. 2018-ban az Ökumenikus Ima Hét január 21. és 28. között kerül megrendezésre. Az Ima Hét anyagát a karibi keresztény testvérek állították össze, amelynek a központi igéje így hangzik: Jobbot, Uram, dicső az erőtől, Uram, a jobbot kitűnik erejével. A Szombathely Egyházmegyében is több településen tartanak közös szertartásokat a keresztény felekezetek. Ezekről bővebben egyházmegyénk honlapján tájékozódhatnak. Olvasuk együtt a Bibliát címmel, közös szentírás olvasásra hívják a szociális testvérek mindazokat a Martinum Felnőttképző Akadémiára, akik keresik Isten nekik szóló üzenetét, hogy együtt hallgassák az ő szavát és megtapasztalják Krisztus jelenlétét. A közös szentírás olvasásra január 27-én kerül sor. Január 27-én rendezik meg a keresztény jótékonysági bált Pákán. Kedves nézőink, 2018. február 1-jével dr. Székely János megyés püspök személyi változásokat rendelt el az egyházmegyében. Köbli Tamás esperes plébánost felmentette a lenti plébánia vezetése és a lenti esperesi kerület esperesi feladatainak ellátása alól, és kinevezte a Varga Otto esperes plébános halálával megüresedett Őri Szentpéteri plébánia plébánosává. Ipacs Bence atyát felmentette püspöki titkári és kollégiumi lelkészi megbizatásai alól, és kinevezte a lenti plébánia plébánosává. Mindkét atyának új feladatának ellátásához Isten áldását kívánjuk. 2017. december 16-án lezárult a Brenner emlékév a Szombathelyi Egyházmegyében. Az ünnep azonban folytatódik. 2018. május 1-én boldoggá avatják Brenner Jánost. A hitéért, az oltári szentséget védelmezve hunyt el 1957. december 15-én a néhai rábakethelyi káplán. Vértanú halálának 60. évfordulóján püspöki koncelebrációs szentmisével emlékeztek rá. Brenner Jánost hamarosan boldoggá avatják. Székely János megyés püspök az ünnepi szentmise elején megköszönte azoknak a munkáját, akik ebben hathatósan részt vettek. Még a beöltözés előtt azt írta a lelki naplójába, hogy szívem minden hálájával köszönöm meg, hogy szolgálatodra rendeltél. Segíts, hogy életem méltó legyen a hivatásomhoz, hogy szent lehessek, mert én egyszerre mindent föntartások nélkül akarok neked adni. Ezzel a nagy odaadással élt, ezt akarta a diktatúra akkor eltaposni magát, a hitet akarta megfélemlíteni, elpusztítani. Ennek a hitnek volt ő nagy tanúja. Én vagyok, ne féljetek! Ez a krisztusi mondat volt a legfontosabb gondolat Veres András prédikációjában, amelyet a vértanúpap Brenner János halálának 60. évfordulóján mondott. Kiemelte, hogy a Vas megyei lelkipásztor is e szerint élt. Isten velünk, és Isten megsegít bennünket, és az Isten szeretőnek minden javára válik. Úgy érzem, hogy a legfontosabb üzenete az Adventnek is, de egyben Brenner Jánosnak is, hiszen őnek is számtalan oka lett volna, a félelemre megfenyegették halálosan, az egész kor, amiben élt, 56 után, a forradalom után mindvint félelmet okozó eseményeket hoztak. Mégis ő türelemmel, nyugalommal viseltetett, hiszen azt mondta, Isten szeretőnek minden javukra válik. Ezzel a hittel tudott szembenézni a halállal is. A szertartáson a három püspök mellett celebrált Brenner János testvére, Brenner József is. Intelligens ember volt, bátor ember volt, és ugye kötelességteljesítő ember volt. A rábakethelyi vértanúpap Brenner János boldoggá avatására május 1-én az Egyházmegye hagyományos zarándoknapján sor kerül a Szombathelyi Székesegyház előtti téren. A szertartást Angelo Amato bíboros, a Szenti Avatási Ügyek Kongregációja prefektusa Ferenc pápa követe végzi majd.
Kedves nézőink, Önök az Életforrást, a Szombathelyi Egyházmegye magazin műsorát látták. Fényképes, írásos, videós beszámolóinkat megtalálják az interneten a www.martinus.hu oldalon. Felhívom a figyelmüket arra, hogy Brenner János tiszteletére már Facebook oldalt is működtet az Egyházmegye 2018. január 1-től. Találkozunk egy hónap múlva, dicsértessék a Jézus Krisztus!